oktatás Legóval. Magyarországon elsőként a Nyíregyházi Egyetemen hozott létre innovációs stúdiót a Legó. Folytatódnak a bölcsöde fejlesztések. 500 millió forinttal támogatja a kormány a családi és a munkahelyi bölcsödék létrehozását és bővítését, 4,5 milliárd forinttal pedig az önkormányzati és a mini bölcsödéket. Alkalmasság kérdése is. A munkanélküliség ugyan csökkent, ellenben a munkaerőhiány fokozódott a tiszavasvári járásban, hangzott el a Tiszalökön rendezett foglalkoztatási fórumon. Magyarországon elsőként a Nyíregyházi Egyetemen hozott létre innovációs stúdiót a Legó. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A különleges stúdió célja a hagyományos oktatási és tehetségfejlesztő lehetőségek kiegészítése, valamint a játékos tanulás segítése. A 21. századi stúdió a gyakorló tanárok és a hallgatók modern pedagógiai kultúrájának a kialakítását és fejlesztését is szolgálja. Előbb kacsát építettek, majd robotikával folytatták a gyerekek a Nyíregyházi Egyetem új LEGO innovációs stúdiójában. Az egyedi oktatási módszer a diákok játékos, élményszerű tanulásán túl új pedagógiai módszerek elsajátításában is segíti a pedagógusokat, valamint a felsőoktatási intézmény hallgatóit. A megnyíló stúdió eszközei a logika és a játék módszerére építve segítik majd az ismeretek, a szövegértés, a matematika és a robotika elsajátítását, a logikai készségek fejlesztését, a játék pedagógiai módszerek és a közös munka élményének megtapasztalását. A LEGO hosszú ideje meghatározó szereplője Nyíregyházának, most pedig Magyarországon elsőként itt hozott létre LEGO innovációs stúdiót. Kovács Ferenc kiemelte, ez a város és az egyetem szempontjából is nagy lehetőség a jövőre nézve. Mekkora lehetőség az egyetemnek a pedagógus képzésben, konkrétan ahhoz is, hogy nincs messze február, amikor jönnek majd a jelentkezési lapok, és nagyon remélem, hogy ez egy olyan esemény lesz, olyan tényező lesz a LEGO innovációs stúdió, amely ösztönzi majd a fiatalokat arra a Nyíregyházán és a megyében, hogy ide jelentkezzenek. A LEGO-n alapuló oktatás egy olyan közös platform, amely összeköti a diákot és a tanárt, a gyereket és a szülőt, fogalmazott a megyei közgyűlés elnöke az átadón. Sesták Oszkár kiemelte, az oktatás megújításában is nagy szerepet tölthet be az új stúdió és módszer. Kis lépés ez a oktatás ügyben, de mégis azt kell mondanom, hogy nagy jelentőségű, hiszen itt talán ez az első fecske ez abban a tartalmi megújításban, ami az oktatás előtt áll a következő években, évtizedekben, hiszen mindannyian sokat beszélünk élménypedagógiáról, tapasztalati tudásról, különösképpen szakemberek, de azt gondolom, hogy szülői tapasztalatunk is, hogy az a valódi tudás egy gyereknek, hogyha nem pusztán csak visszamondja a tananyagot, hanem alkalmazni is tudja, hogyha élményszerűen jut hozzá az ismeretekhez. A LEGO ez egy remek eszköz. A LEGO Education feltörekvő európai piacokért felelős vezetője örömét fejezte ki, hogy az ő módszerük úttörő példa lehet az oktatás megreformálásában. Biztos vagyok abban, hogy akik itt vannak, nagyon szenvedélyesen elkötelezettek az oktatás kérdésében. Abban is biztosak lehetünk, hogy szükség van új ötletekre és praktikákra, ilyen oktatási központokra, mint az innovációs stúdió, hiszen a külvilág folyamatosan változik, és a mi oktatási rendszerünknek is mindig új dolgokra van szüksége, ehhez igazodva. Ebben az értelemben a Nyíregyházi Egyetem Magyarországon mutatja az utat, és a LEGO Education részéről mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a mi megoldásainkkal hozzájárulhatunk a magyar oktatás színvonalának a javításához. Fogalmazott Macej Findlik. A szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár szerint is folyamatos megújulásra van szükség az oktatásban. Pölöskei Gáborné úgy látja, a tartalmat és a formát mindig alakítani kell egymáshoz, és ennek megvalósítására jó példa a LEGO innovációs stúdiója. Gyakorlatilag a lehetősége, hogy végre a pedagógus képzés is úgy újuljon meg, hogy új módszertannal újuljon meg, olyan készségképesség fejlesztések történjenek, amelyek elengedhetetlenek arra, hogy utána a középszintű oktatásra már legyen hova építkezni. Vagyis általános iskoláknál rettentően fontos, hogy a tanárok úgy kerüljenek ki, hogy már tudjanak ezekkel bánni. Ehhez módszertani segítség kell.
az ilyen helyek adják meg ezt a lehetőséget, hogy ezek a módszertani segítségek megtörténjenek. Így tud megújulni gyakorlatilag a tartalom és a forma, amely az iskolákat meg fogja újítani, és az oktatási környezettel együtt gyakorlatilag a képzést is meg tudja újítani. Az átadáson az is elhangzott, a cél, hogy a Nyíregyházi Egyetemen tanuló valamennyi tanító és tanárszakos hallgató a LEGO oktatási módszertan ismeretében kapjon diplomát. 500 millió forinttal támogatja a kormány a családi és a munkahelyi bölcsödék létrehozását és bővítését, 4,5 milliárd forinttal pedig az önkormányzati és a mini bölcsödéket. Novák Katalin szerint a fiatalok gyermekvállalási hajlandóságát az is befolyásolja, hogy amíg ők dolgoznak, hol és milyen körülmények között tudják elhelyezni a gyermekeiket. Ezért a kormány célja, hogy 2020-ra 60 ezer férőhely álljon a 3 év alatti gyermekek rendelkezésére. Az elmúlt években a kormány rugalmassá tette a bölcsődei ellátórendszert. Ez azt jelenti, hogy a szülők már nem csak a hagyományos bölcsődei ellátást választhatják, létrejöttek a mini és a munkahelyi bölcsődék is, valamint országszerte már 1000 családi bölcsőde is elérhető. Az utóbbi kettőt tovább bővíteni a kormány, ezért 500 millió forinttal támogatják ezek létrehozását. Családi bölcsödék kialakítására az egész országból, munkahelyi bölcsödék létrehozására pedig a közép-magyarországi régióból lehet pályázni 2019. január 31-ig. Az elnyerhető támogatás összege férőhelyenként 800 ezer forint, vagyis egy 7 férőhelyes csoport esetében 5,6 millió forint. Ez azért fontos, mert a kormány szerint a bölcsödékre egyre nagyobb az igény országszerte. Ma már a fiataloknál a gyermekvállalás kapcsán egy nagyon meghatározó döntés az, hogyha dolgozni fognak, már pedig egyre többen dolgoznak a fiatalok között is, akkor el tudják-e majd helyezni valahova a gyermeküket napközben. Ez segíti a bölcsödei szolgáltatás, illetve ez segíti a bölcsödei rendszer. Egy új típusú bölcsödei rendszer működik Magyarországon, új típusú bölcsödéket lehet létrehozni. Támogatjuk azt, hogy új bölcsödék épüljenek, új bölcsödei férőhelyek jönnek létre. Megemeltük a bölcsödéknek a finanszírozását, ma már nem olyan ráfizetéses, illetve egyáltalán nem ráfizetéses, hogyha egy önkormányzat bölcsödét üzemeltet. Meg is növeltük a közben az önkormányzatoknak a feladatokat, és egyúttal megemeltük a bölcsödében dolgozóknak a bérét is, tehát nagyobb elismerés illeti őket. Ezek azok a fő lépések, amelyeket annak érdekében tettünk, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni a szülők még egy pici gyermek mellett is, ne fájjon azon a fejük, hogy hova teszik napközben ezeket a gyerekeket. A családi és munkahelyi bölcsödék mellett az önkormányzati és a mini bölcsödék létrehozását és bővítését is támogatják. Erre 4,5 milliárd forintos keret áll rendelkezésre. A pályamunkákat 2019. március 18-áig lehet benyújtani az államkincstárhoz, de azokat a dokumentumokat, amelyek idén november 30-áig beérkeznek, már év végén elbírálhatják, így a sikeres pályázat fejlesztései már jövő év januárjában elkezdődhetnek. A cél az, hogy 2020-ra 60 ezer férőhely álljon rendelkezésre a 3 év alatti gyermekeknek. A munkanélküliség ugyan csökkent, ellenben a munkaerő hiány fokozódott a tiszavasvári járásban, hangzott el a Tiszalökön rendezett foglalkoztatási fórumon. A találkozón a résztvevők kiemelték, a munkáltatók részéről nagy igény mutatkozna a szakképzett munkaerőre, ezeket különböző képzésekkel kívánják segíteni, ám problémát jelent az ezekbe a programokba bevonható személyek száma, illetve azok alkalmassága. Ezen a grafikonon jól látszik, hogy a tiszavasvári járásban az elmúlt 4 évben jelentősen csökkent a munkanélküliek száma. Azonban a foglalkoztatás kérdése továbbra is kiemelt probléma a térségben, hiszen még mindig magas azok száma, akik nem tudnak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Pedig állás akadna, hiszen itt is egyre nagyobb munkaerőhiánnyal küzdködnek a vállalkozások. A probléma megoldását segíti egy foglalkoztatási paktum, melynek második fórumát rendezték Tiszalökön. Az egész paktumnak az a lényege, vagy azon a lényege, hogy megtaláljuk a munkaerőpiacnak azon igényét, ami tulajdonképpen itt már Szabolcs-Szatmár-Berekben is azt jelenti, hogy nincs használható munkaerő. És erre keresünk megoldást maga a paktum a maga képzéseivel, amit a kormányhivatalon keresztül szervezünk, illetve a képzés által a munkaerőpiacon megjelenő új munkaerő. Ez az elméleti program, de a gyakorlatban sajnos nagyon nehéz megtalálni ezeket az embereket. A munkaerőpiac kiszolgálásában nagy nehézséget jelent az alkalmasság kérdése is.
Nagyon sok olyan ember van nálunk is a közfoglalkoztatottak között, akik alapkompetenciákkal sem rendelkeznek. Tehát itt van egy olyan feladatunk, és tudom, hogy egy másik program, egy pilot fog indulni, ami ő rájuk gondol, és a 8 általánost megpróbálják ővelük elvégeztetni. Legalábbis legyen róla papírjuk, hogy őszinte legyek, de remélem ettől többet fog jelenteni, hogy mi is tudjunk tovább építkezni, hiszen egy kőműves szakmát, egy kereskedő, egy kertépítő, vagy bármilyen szakmáról beszélek, elsajátítani csak úgy lehet, hogyha az ember írástudó. Nem funkcionális analfabéta, írástudó. A kereslet és a kínálat egyelőre nehezen talál egymásra, fogalmazott a Tiszavasvári járáshivatal vezetője a fórumon. Hosszú József kiemelte, a kormányhivatal ennek összerendezésében kíván segíteni többek között munkaerőpiaci felmérésekkel, illetve képzésekkel. Igyekszünk olyan képzéseket szervezni, most is folyamatban van igényfelmérés, hogy milyen képzést indítsunk a téli közfoglalkoztatási képzések keretében, amely az elsődleges munkaerőpiacra megfelelő tudást tud esetlegesen nyújtani a résztvevőknek. Itt ugye a járás területén több beruházás van kialakulóban, amelynek a vezetőjével már beszélgettünk, és ők elmondták, hogy nekik milyen képzettségű szakemberekre lenne szükségük. Igyekszünk ezeket a kéréseket továbbítani, és igyekszünk olyan képzéseket indítani, amelynek a végén majd esetlegesen olyan szakembereket, olyan munkás erőket tudunk rendelkezésre bocsájtani, akik az elsődleges munkaerőpiacon a későbbiekben megvalósuló projektekben működő cégeknek tudnak segíteni, vagy pedig a már itt jelenlévő cégeknél is esetlegesen tudnak hasznos munkát végezni. A munkaerőpiaci igényekhez igazodó képzésekre a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben is kiemelt figyelmet fordítanak. Felnőtt képzéseket is tudunk indítani, és vállalunk is, várjuk a megkereséseket, az igényeket, illetve hát mi is tartjuk a kapcsolatot a vállalkozásokkal, és ha valakinek valamilyen szakma képzésére igénye támad, akkor igyekszünk azon minél hamarabb segíteni, illetve ha nem ennyire égetően fontos az igénynek a kielégítése, akkor tudjuk még a felnőtt oktatást is kínálni a partnereknek, amely ugye időben hosszabb időtartamú, mint a felnőtt képzés, de ugyanolyan hatásos. A legutóbbi munkaerőpiaci felmérés szerint a Tiszavasvári járásban 80 munkáltatóból 20 cég tervez létszámbővítést 3 hónapon belül. A megkérdezett cégek összesen 69 fős növekedéssel számolnak, amiből egy cégnél 19 fős, kettőnél 10 és 9 fős növekedés várható, míg a többinél az 1-2 fős létszámfelvétel a jellemző. Több millió ember tisztes lakhatási lehetőségét vette el a kormány az LTP-k állami támogatásának megszüntetésével az MSZP szerint. A párt megyei alelnöke nem érti, miért kell ezt az évi 70 milliárd forintot megspórolni, miközben egy állami propagandára gond nélkül elkölt a kormány akár 90 milliárdot is. Legény Zsolt szerint a legnagyobb probléma, hogy nincs más alternatívája a kormánynak a segítségnyújtásra, hiszen sok helyen a szennyvíz programot vagy panelházak esetében a szigetelést is az LTP-k felhasználásával tudták csak megoldani. A legjobb az lett volna, hogyha egyébként nem szüntetik meg ezt az egészet, ha pedig már meg akarják szüntetni, akkor ezt egy hosszú társadalmi egyeztetésnek kellett volna megelőznie, nem két nap alatt kellett volna ezt az egészet kivezetni a piacról, ahogyan van. És az mondom, egyébként a másik nagyon jó megoldás, hogyha a fiatalok nem elmennének innen, hanem itt maradnának, azaz nem külföldön találnának munkát, de ez az kellene, hogy például egy ilyen program is megmaradjon, mert egyébként azt is hozzá kell tennünk, hogy nagyon sok munkáltató úgy tartotta ma jelenleg a munkaerőt itthon, úgy tartotta meg, hogy ilyen lakástakarék programmal vagy lakástakarék pénztárral is kiegészítette a bérét a dolgozóknak. A Pirosor Bohóc doktorok már 10 éve heti rendszerességgel látogatják a József András Oktató Kórház gyermekosztályát, emellett még 14 gyermekkórházban végeznek rendszeres vizitet 22 éve. Hitvallásuk, hogy nevetéssel és humorral elősegíthető a beteg gyerekek gyorsabb gyógyulása. Szeretném, hogy ilyen fülem lenne. Dr. Zúzmara és Dr. Paprika így érkezett meg a József András Oktatókórház egyik tárgyaló termébe. 28 társukkal heti rendszerességgel látogatják a kórház gyermekosztályát. Egy-egy vizita alkalmával humorral, nevetéssel és zenével segítenek a gyerekeknek a gyógyulásban. Az egész ténykedésnek a lényege az, hogy egy olyan szituációt próbálunk kialakítani a kórházi körülmények között lévő gyermek és szülei részére,
amelyek meglepőek, amelyek melbevágóak, amelyek egy olyan szituációt teremtenek, hogy elvonják a gyermeknek a figyelmét arról az alapvető problémáról, arról a fájdalomról, arról a negatív érzésről, arról a kellemetlen pszichés terhelről, ami miatt ő tulajdonképpen betegsége folytán itt bent fekszik a kórházban. A művészek, művésznők, művészurak, akik ezeket a produkciókat előadják, ezt magas fokon tudják előadni, és ezt egyénre szabottan tudják megtervezni, és tudják kivitelezni. Mióta tetszik itt, hogy így mondjam, henyélni, meg így hevenészni a napon, ha szabad kérdeznem a kefegyvölgyet. Másképp lehet felvidítani egy kisgyermeket, és másképpen egy pszichés betegséggel kórházban lévő gimnazistát. Az ilyen vizitek a szülőknek is hasznosak, hiszen látják, hogy nem csak gyógyítanak a kórházban, hanem a gyermek lelkével is foglalkoznak szakemberek. Ez pedig 10 éve nagyon pozitív tevékenység az osztály életében. 10 év alatt közel 500 bohóc doktori vizitet hajtottak végre bohóc doktoraink, és körülbelül 18 ezer gyereket sikerült ez idő alatt felvidítani. Nagyon jó tapasztalataink vannak, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Gyerekek várják a bohóc doktorokat, de nagyon sokszor szülők is, illetve orvosok, nővérek is, és egyre jobban bevonnak a munkájukba. Természetesen a bohóc doktorok nem helyettesítik a fehérköpenyes orvosokat. A bohóc doktoroknál az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy érzékenynek kell lenniük, de emellett fontos a szakmai színvonal is, hiszen a bohóc doktorok színészek, előadó művészek, akiknek a felvételit követően egy 3 éves képzésen kell részt venniük. Ez nagyrészt színészi képzés, színésztréning, bohóc technika, illetve meg kell tanulniuk néhány eszközzel együtt dolgozni, mint például a hangszerek, mint amilyenek mondjuk a bűvésztrükkök vagy zsonglőr kellékek, és aztán meg kell tanulniuk, hogy a bohóc hogyan használja ezt, hiszen ez egy kicsit más, mint amikor egy zenész zenél, mint amikor egy bohóc zenél. Ez pedig kiegészítendő, olyan elméleti előadásokon is részt vesznek, illetve szemináriumok, mint amilyen pszichológia, kommunikáció. Az alapvető egészségügyi ismeretek is elengedhetetlenek. A művészeknek tisztában kell lenniük, hogy a kórház struktúrája hogyan épül fel, hogyan működnek az osztályok és hogyan zajlik egy-egy vizit. Magabiztos győzelmet aratott a Blue Sharks a Vasas ellen. A keddesti találkozón a Cápák hazai pályán 71-50-re nyertek a fővárosi csapat ellen. A mérkőzés szünetében köszöntötték a 70. születésnapját ünneplő utánpótlás kosárlabda edzőt, Sallai Józsefet is. Az előző szezonban a Vasas akadályozta meg a Cápák 4 közé jutását egy szoros csatában. Így volt miért revansot venni a Siska János együttesének a Continental Arénában rendezett összecsapáson. Az első percekben látszott, hogy ezért mindent meg is tesznek a nyíregyi játékosok, azonban pont csak elvítve esett. Aztán a 6. percben Lok, az új igazolás egy 3 ponttal jelentkezett, ezzel el is indult valami. Különösen Cura Attilánál, aki 7 ponttal nyitotta a második 10 percet, így sikerült a Blue Sharksnak meglépni ellenfelétől. A fordulás után is kőkeményen védekeztek hátul a Cápák, még elől magabiztosan szórták a kosarakat, így folyamatosan nőtt az előny, végül 71-50-es győzelmet aratott a Blue Sharks a Vasas felett. Én úgy gondolom, hogy jó mérkőzést játszottunk, nagyon örülök annak, hogy minden játékosom a pályára került, és minden játékos küzdött a pályán és hajtott a pályán, és úgy gondolom, hogy a védekezésnek köszönhetünk ezt a győzelmet. Volt rajtunk egy nyomás, mindenképpen meg akartuk nyerni ezt a mérkőzést, de aztán sikerült betalálnunk, a védekezéssel önbizalmat szereztünk, és így nyerni tudtunk. Én úgy gondolom, hogy mindenki oda tette magát, mindenki azt nyújtotta, amit tud, és ezt szeretném látni az idegenbeli mérkőzéseken is. A vendégek vezetőedzője csalódottan értékelte a mérkőzést. Győzelemre számítottam. Nehéz értékelni. Azt hiszem, hogy az első negyedtől kezdve fizikailag alul maradtunk a párharcba. Nem akarok nagyon szakmázásba belemenni, én is láttam a statisztikát, nem is szeretem elmondani, hogy mi történt. Látványos laikusok számára is látványosan több támadó lepatont szedtek, több esélyük volt második szándékra befejezni. Támadásban ez pedig nálunk abszolút önbizalom hiány szült, úgyhogy nemhogy megnehezíteni nem tudtuk a Nyíregyháza dolgát, hanem nagyon reálisan örülök neki, hogy nem kaptunk 30-35 ponttal ki.
teljesen mindegy ilyen szempontból, hogyha alul marad egy csapat, hogy egyel vagy hússzal. A játékképe most először nem nagyon tetszett. A mérkőzésen kirobbanó formában játszott Szura Attila, egymaga 32 pontot vállalt a 71-ből. Igazából a Vasas elleni mérkőzés mindig ilyen nehéz. Mindig így nyomnak minket védekezésbe. Ők egy ilyen csapat. Tudtuk, hogy nekünk is védekezésben sokkal keményebbnek kell lenni, hogyha meg akarjuk nyerni ezt a mérkőzést. Igazából annyira készültem, hogy próbáljam visszahozni a tavalyi formámat. Ugyebár az első három mérkőzésünk az nem úgy sikerült, ahogy a tavalyi teljesítményem ugyebár. Aztán most ezen vagyok, hogy ezt visszahozzam, vagy hogyha a pontban nem is megy, akkor legalább a csapatot segítsem akár védekezésbe, bármibe. A meccs szünetében is volt mit ünnepelni. A nyíregyházi sportcentrum nevében Sitku Ernő és Kőhalmi Rihárd köszöntötte a 70. születésnapját ünneplő utánpótlás kosárlabdaedzőt, Sallai Józsefet. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Magyarországon elsőként a Nyíregyházi Egyetemen hozott létre innovációs stúdiót a LEGO. A különleges stúdió célja a hagyományos oktatási és tehetségfejlesztő lehetőségek kiegészítése, valamint a játékos tanulás segítése. A 21. századi stúdió a gyakorló tanárok és a hallgatók modern pedagógiai kultúrájának kialakítását és fejlesztését is szolgálja. 500 millió forinttal támogatja a kormány a családi és a munkahelyi bölcsödék létrehozását és bővítését, 4,5 milliárd forinttal pedig az önkormányzati és a mini bölcsödéket. Novák Katalin szerint a fiatalok gyermekvállalási hajlandóságát az is befolyásolja, hogy amíg ők dolgoznak, hol és milyen körülmények között tudják elhelyezni a gyermekeiket. Ezért a kormány célja, hogy 2020-ra 60 ezer férőhely álljon a 3 év alatti gyermekek rendelkezésére. A munkanélküliség ugyan csökkent, ellenben a munkaerőhiány fokozódott a tiszavasvári járásban, hangzott el a Tiszalökön rendezett foglalkoztatási fórumon. A találkozón a résztvevők kiemelték, a munkáltatók részéről nagy igény mutatkozna a szakképzett munkaerőre, ezeket különböző képzésekkel kívánják segíteni, ám problémát jelent az ezekbe a programokba bevonható személyek száma, illetve azok alkalmassága. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 17-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. A tőlünk északkeletre található anticiklon középpontja távolodik a Kárpát-medencétől. Egy magassági hideg légörvény helyeződik fölénk, kissé változékonyabb időt okozva. A maximum hőmérséklet még néhány fokkal meghaladja az ilyenkor szokásos értékeket. Az előttünk álló éjszaka fátyol felhős lesz az ég, csapadék nem várható. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben felhős időszakok, illetve területek váltakoznak. Kisebb eső, zápor elszórtan előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Pénteken keleten szormányosan, másutt néhol várható eső, zápor, a délutáni esti óráktól mindenhol csökken a felhőzet. Szombaton általában több órára kisüt a nap, a gomoly felhőkből csupán helyenként hullhat kisebb csapadék. A hét utolsó napján erősen felhős idő lesz a jellemző, szorványosan ellered az eső. Hétfőn túlnyomóan napos, száraz idő valószínű. A következő napokban gyakran megnövekszik a felhőzet. Főleg a jövő hét közepén több helyütt számítani lehet esőre, záporesőre. Gyengül a nappali felmelegedés.